Kedves nézőink, Stúdió Percek című műsorunkban vendégünk dr. Vinnai Győző, egyéni országgyűlési képviselő, de tudjuk Fidesz-KDNP, képviselővel nem találkoztunk a választások óta. Üdvözlöm a tiszavasvári embereket. Nem nagyon találkoztunk, így van, de én nagyon szeretek ide jönni, és hát köszönöm a bizalmat, mert Tiszavasváriban soha ennyi szavazatot nem kaptam, mint jelölt. Kétszer indultam már, de és most ez igazán jól sikerült, és talán mondjuk meg azt is, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeként a Fidesz sem kapott ennyit, mert az emberek értékelték azt, hogy megvédjük az országot a migrációtól, a gazdasági bevándorlóktól, igyekszünk munkahelyeket teremteni. Nézzük meg, 8 év alatt 740 000-rel növekedett a munkában állók száma, és itt Tiszavasváriban különösen fontos, tegnap is voltam egy beruházáson, egy 6 munkahely létesült, a MÁG tisztító üzem átadásán. Láthatják a kedves tévénézők. Így van, tehát nagyon fontos, hogy megvédjük az embereket, a biztonságukat, akár a helyi biztonságról is beszéltünk, de az ország biztonságáról is munkahelyeket teremtünk, de ha már itt vagyunk a teljes foglalkoztatottság irányába lépve, és nagyon sok ember Tiszavasváriban még gondolhatja úgy, hogy nem kap lehetőséget, én azt mondom, hogy a közmunka programot itt is megőrizzük, ez egy állami program, amit az önkormányzat hajt végre, és szeretnénk értékteremtővé tenni ezt a közmunka programot. Ez egyébként egy olyan megoldás, hogy aki nem kap a elsődleges munkaerőpiacon állást, az közmunkában, közfoglalkoztatási rendszerben dolgozik, és itt képzéseket is tervezünk, hogy minél inkább legyen képzettség, ne csak 8 osztály legyen, ne csak szakképzetlenség legyen, mert azok helyezkednek el, vagy azok találnak nehezen maguknak munkát a munkaerőpiacon. És hogyha így nézem, beszéljünk egyenesen, most vasárnap Tiszavasváriban időközi polgármester választás lesz, nekünk van jelöltünk, van emberünk, akiben megbízunk, aki helyi ember, aki becsületes ember, aki 20 éve itt van, és szinte 20 éve önkormányzati képviselő, ismeri ezt a világot, Szőke Zoltánnak hívják, egy egyszerű, de nagyon becsületes ember, én nagyon bízom benne, és támogatásomról biztosítottam, hogyha ő lehetőséget kap. Ugye ez egy évre szól. Igen. Tehát itt fel kell mutatni valamilyen teljesítményt. Itt produkciónak kell lenni. Én azt ígérem, több területet átbeszéltünk, hogy ezeken a területeken lépésről lépésre haladunk. Mert úgy láttam, hogy a tiszavasvári embereket a biztonság és a munkahely mellett érinti az, hogy milyen az oktatási rendszer, milyen az egészségügy, vannak-e utak, járdák. Éppen ma találkoztam a gyári lakótelepen több nyugdíjassal, és azt mondták, hogy utak, járdák nincsenek. Hát mondom, én magam is gyalog jártam végig, nem csak a főúton Tiszavasváriban, megígérem azt, hogy úgynevezett hazai forrásból, belügyminisztériumi pályázatból, belterületi önkormányzati utak, járdák fejlesztésére van pénz. A külterületi utak fejlesztésére, vidékfejlesztési programból van pénz, amire városok, kisebb városok is pályázhatnak. Ezeket a közlekedési infrastruktúrákat javítjuk. Javítjuk a tanúszoda megépítésével a gyerekek lehetőségét az úszásra. Javítjuk, tornaterem fejlesztés lesz. Egy kézilabdapálya megépítésén gondolkodunk, hiszen nekem itt van a legnagyobb általános iskolám. A Kabai, az a térség legnagyobb általános iskolája. Közel 1000 gyerek jár oda, komoly tanári testület, pedagógus gárda tanítja őket, neveli őket, van alapítványi iskola is, itt komoly feladataink vannak, és az embereket még nagyon is érdekli az egészségügyi szociális helyzet. Szomorúan látom, hogy az elmúlt években Tiszavasváriban nem sikerült igazán járóbeteg szakrendelésre gondolok, vagy éppen az alapellátásra úgy fejleszteni, mert a szakemberek azok ide jönnének, meg vannak is itt szakemberek, de az eszközállományt, az infrastruktúrát kell bővíteni, javítani, és én azt tudom ígérni, nem akarok ígérgetni, de azt tudom mondani, hogy ha lehetőséget kapunk kormányzati támogatással, Tiszavasvári elindulhat a fejlődés, a fejlesztések útján. Az elmulasztott éveket remélem bepótoljuk. Lehet, hogy nem tudjuk egy év alatt, de hogyha elindul valami, és utána újra lehetőséget kapunk, van időnk, hogy az emberek azt mondják, no, erre újra szavazni fogunk. Érdekes egyébként, mert tényleg járva kell az emberek között,
Nyilván a szavazóknak van ilyen tábora, van olyan tábora, viszont nagyon sokan vannak olyanok is, és most nem kampányolok senki mellett, hiszen nem tisztem, akik azt mondják, hogy végre egyszer ki kellene már próbálni, hogy milyen lenne az, amikor kormánypárti polgármesterünk van, nyilván kormánypárti az országgyűlési képviselőnk. Nézd, az emberek szeretnek, bocsánat, csak annyit szeretném mondani, hogy szeretnek... hogy mondjam, sikeresek lenni a saját életükben, mert ha a saját életükben egyénileg rendben van, van munkájuk, megélhetésük, van családjuk, egy biztos háttér, ők sikeresek. És ha a családok sikeresek itt Vasváriban, lépésről lépésre adunk, akkor sikeres lehet egy közösség, az itt lakók közössége, egy település, egy járásközpont. Hát Tiszavasvári járásközpont. 14 ezeren laknak itt, és még van 14 ezer ember, tehát 28, majdnem 30 ezeres járás. Most a járási hivatal, a kormányablak itt megvan. Mobil kormányablak is járhatja a várost. A hatósági ügyintézést gyorsabbá tesszük, olcsóbbá, sok helyen ingyenessé tesszük. Bizonyos papírokat ingyenesen lehet majd kiváltani. Na most ezek mind-mind az állampolgárokért vannak. Tiszavasvárinak ebből a sikerből részesülni kell. Tegnap láttam egy üzemátadón a gazdákat, a gazdálkodókat, akik szorgos emberek, és itt jó minőségű földek vannak. Ők is azt mondták nekem, hogy ők csak azt a lehetőséget kérik pályázatban, önkormányzat támogassa a helyi vállalkozókat, a helyi gazdákat, a betelepülő cégeket, akik ide be akarnak jönni, és iparűzési adót akarnak, meg építményt adót akarnak fizetni, amit az önkormányzat más célokra használhat föl, civil szférára, szociális helyzetre, nyugdíjasok támogatása. Azt mondta nekem ma egy nyugdíjas, őszintén megmondom önnek, hogy meg is lepődtem ezen, hogy nincs rendszeres szociális csomag, ami van például Nyíregyházán. Nyíregyházán húsvét és karácsony előtt egy komoly, most nem mondok összeget, de egy komoly csomagot kap minden nyugdíjas, aki a 65. életévét betöltötte, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, mert a nők 40 alapján lehet valaki 65 év alatt is. És azt mondtam, hogy hát nincs ilyen, hát az önkormányzatnak ezt ki kell gazdálkodni. Ha jól gazdálkodik egy önkormányzat, ilyet adni kell az embereknek, a rászoruló, egyedül élő, kisnyugdíjas, elsősorban kisnyugdíjas embereknek. Én egy picit meg is döbbentem ezen, de most ez mindegy is, hogy én mit gondolok, hanem vettem az adást, és azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. Érdekes, amit az előbb elmondott képviselő úr is, azzal kapcsolatosan, hogy egy év. Egy éve van a leendő polgármesternek arra, hogy bizonyítson. Na most, ha ez úgy alakul, hogy Fidesz-KDNP-s polgármesterünk lesz, akkor nem mondom, hogy nem lesz nehéz helyzetben, olyan szempontból, mert ha nem sikerül a bizonyítás, akkor azt mondják az emberek, hogy megint nem lépünk megint előre. Nem jó helyre szavaztunk. Most jó helyre kell szavazni, mert nagyon határozottan tudom azt mondani, hogyha lehetőséget kapunk, tehát a Fidesz lehetőséget kap ebben a városban, ha mi jelöltünk nyer, teljes támogatásommal ott vagyok, a kormány támogatásával. Hát nézze, tegnap volt egy miniszter, korábban egy államtitkár, most jön egy volt miniszter, Simicskó István látogat a városba. Azt gondolom, ő itt is nevelkedett 6 éves koráig. Itt a temetőben vannak az ősei, ugye a ruszin nemzetiségére, vagy a ruszin gyökereire, inkább így mondanám, nagyon büszke miniszter úr, vagy a volt miniszter úr eljön, és szeretné arról biztosítani az itt élőket, hogy mindenben támogatni fogják. Akár van kötődése egy miniszternek, vagy egy államtitkárnak, vagy egy kormánytagnak, Tiszavasvár ez akár nincs, rajtam keresztül én azt tudom ígérni, hogy elindulunk, és lépésről lépésre fejlesztjük Tiszavasvárit, az elmulasztott fejlesztéseket is megpróbáljuk bepótolni. Ha ezt a bizalmat megkapjuk, akkor tulajdonképpen van egy évünk arra, hogy az emberek érzékeljék, hogy elindultunk ezen az úton, és hogy jó irányba megyünk-e. Mert el kell mondanom önnek, hogy
ugye több jelölt is van, és ennyit hadd mondjak el a többiekről, mert nem név szerint akarom őket megjeleníteni, meg gyakorlatilag nem az a célom, hogy azzal mi nagyobbnak látszunk, hogy őket egy kicsit negatív színbe tüntetem föl, de azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a jelöltek, független jelöltek vannak, még senki nem vállalt egy ilyen nagyvárosba a pártámogatást, de hát a jegyzőasszony Badics Ildikó az tulajdonképpen a Jobbik dizájnjával jelenik meg. Tulajdonképpen nem független jelölt, ő egy jobbikos jelölt, ráadásul a Vona Gábor irányzat részese, mert már az igazi jobbikosok is azt mondják nekem, akivel beszéltem utcán járva, hogy ugyanúgy, ahogy Vona Gábor elárulta a pártot, ő gyakorlatilag nem fog tudni semmit a városban tenni, mert ő egy jobbikos jelölt a Vona Gábor irányzat részéről. Érdekes, hallottam egy véleményt az egyik kedves városlakótól, aki azt mondta, hogy ha most egy év alatt sikerül bebizonyítani a Fidesznek, hogy a Jobbik fővárosából... Hát ezt itt tegyük idézőjelbe, mert látjuk, hogy mi lett. Ezt Vona Gábor használta 2010-ben a Jobbik fővárosát. Vasárira ez a jellemző. Igen. Tehát, hogyha sikerül egy év alatt egy emelkedő, feltörekvő várost csinálni, akkor itt hosszú évekre a Fidesz gyökeret vert. Szerkesztő úr, osztom ezt a véleményt. Nagyon komoly munkát kell letenni az asztalra, mi készen állunk erre a munkára. Ha lehetőséget kapunk, az emberek ezt meg fogják tapasztalni, ha pedig úgy érzik, hogy nem, akkor egy év múlva élhetnek választójogukkal.